Azt gondolom, hogy amikor a konferencia alaptémája az, hogy cselekvő társadalom és önfenntartó társadalom, akkor ez minden szférára igaz. Igaz a kulturális szférára és igaz a gazdasági területre. Az a lényege, hogy az emberek megtanuljanak felelősséggel gondolkodni saját maguk sorsáról, meg a társaik sorsáról is. Minden ember felelős ezért egyébként. És hát nyilván, hogy ennek különböző terepei vannak. Terepe a kulturális együttműködés is egyébként. Persze, hogy valamiből meg kell élni. Ugyanezek az értékek egyébként, ugyanezek az együttműködési készségek szükségeltetnek a gazdasági szereplésben is. Ez egy másikra való odafigyelés, szoktuk mondani, hát ez a kulturális területen ez alapvető elvárás, hogy akár egy közös produkcióban, akár a partnernek a tisztelete, ez magával hozza azt a fajta a cselekvési módot is, hogy igenis másikra is oda kell figyelni, a másik érdekeit, a másiknak a gondolatait figyelnünk kell, és így tudni egy normális társadalom működni. A kultúra a mi felfogásunk szerint nem csak a magas művészetek, tudományok és a különböző, megint ismétlem magamat, a magyar magas művészeteknek a terjesztését és az intézményrendszernek, pedig nem ennek a közvetítését jelenti csak. A kultúra az azt a célt szolgálja, hogy hogyan élünk, hogyan viszonyulunk egymáshoz, társadalomunkhoz, természeti környezetünkhöz és önmagunkhoz. És ha ebben harmóniát találunk ki, ha ebben tudunk fogni, akkor ebbe eredményeket érünk el. Ennek egyik példája az, hogy például a kulturális ellátást azért a Magyarországon biztosítani kell mindenkinek.